Hú-hú. Kérem szépen tiszteletet a nézőknek. Látszik, hogy mit fogunk megnézni ma. Úgyhogy szerintem nem lesz gyenge ez a videó. Úgyhogy tartsatok velünk. Nézzük meg együtt. Hello. Itt eltűnt a... Arra? Erre? Itt el lehet menni? Sok a bökős. Aha, itt igen, ez jó. Csipke Rózsika. Új, gyerekek, ezt nézzétek. Azért nem gyenge. Kastély. Vagy valami ilyesmi. Teteje. Itt az alja. És itt van a történet. És van pinyó is. Van pinyó is. Egyébként ez egy német. Hallgassuk Lászlót. A német mintára épült történet, az a kastély. Egy favász szerkezetet építettek, és az adta az alakját az épületnek. Konkrétan kifalaszták a gerendaközöket. De lámpalázas vagyok, és nem egyél folyamatosan engem. Lászlónk lámpás. Egyébként Deutsch. Ez a kastély. Egyébként itt látni ezt a tipikus régi baumfödémes történetet. A villamosítás az erősen ilyen 60-as évek. Igen. Az MM fal, vagy mindenki hívták ezt? MM. Mindegy ilyesmi. Körülbelül jól mondtam. És nézd csak, milyen színekben pompázik ez a helyiség. Aha. Milyen szagok van. Igen, egyébként a szagok is jók. Vagyis hát dehogy jók. Hát érdekesek. Pont elcsíptünk egy ilyen napos időt, viszont kegyetlen hideg van. Én azt tudni kell, hogy ez nem egy tipikus kúria volt, hanem ezt egy ilyen vendégháznak, egy kaszinónak épült ez a kastély már abban az időben, amikor ezt építették. De nézzétek csak ezt a lépcsőházat. Ez valami... Nagyon jól néz ki. Vaker, nagyon jó. És milyen? Műkő. Igen. Úgyhogy egy lakóval is találkoztunk, hát nem gondoljátok, ezeken a helyeken azért vannak lakók, hát itt is volt egy, illetve van egy, és itt az erkély, és kéj. Mellettünk a cukorgyár megmaradt épülete. Meg egyébként azt az információt is. Az információ is olvasható, hogy ugye a 20. század elején itt működött a 60. kaszinó, amúgy. Menjünk feljebb szerintem. Vizes blokk. Jó, menjünk fel, László? Menjünk. Menjünk följebb egy emelettel, hiszen van még impozáns ez a kastély, illetve látszik, hogy például itt a falak azért nem 50 éve lettek lefestve, hanem azért
Egyébként is azt még nem mondta, hogy az 1906-ban épült. 1906-ban épült, ha valaki nem hallotta, László mondta ezt az információt. És ez már a padlás teres történet. És lent egyébként találkoztunk homeless emberekkel. Hát előfordul ilyen helyen, igen. Sajnos. Ráadásul korai az időpont, tehát 8 óra múlt reggel. 8 óra múlt nem sokkal, úgyhogy még... Nézzétek, csak ott egy tarany. Még korán van viszonylag, tehát... Ez meg az egyik van, amiről beszéltem, hogy a Gerenda vászszerkezet adta igen, igen, az igen, és igen. Akkor ott ki vannak falazva ugye a Gerenda közök. Igen, és hát az egésznek ez adta. A... Igen. Nézzétek meg, hát ilyen már benéleneozták, hogy ne menjen tönkre, igen, de... De erre megyünk, akkor a torony fel el tudunk menni, úgyhogy valószínűleg fel tudunk menni a toronyba is, ha olyan állapotban van. Igen? Ez is egy torony, nem lehet bele felmenni. Nem lehet? De annak van ablaka, tehát azért gondoltam, hogy... Szerintem ennek is már szimmetrikus. És itt valami. Egy 600 fős üzemi konyha is volt ebben az épületben. Hát nézzük, mekkora valami közösségi tér lehet ez itt. Étkező. 600 fős, tehát ez nem volt azért kicsi. Egyáltalán nem. Az meg már vasbeton szerkezet. Igen. Valószínűleg későbbi időkben új időt adhattak ezen. És itt lesz a torony. A 66-ban még a konyha, tehát ez ma csak egy konyhaként funkcionál. Gyere, László! A 66-ban az üzemi konyha helyett egy napközi otthon csináltak belőle, illetve klubszobákat, meg volt benne egy 200 személyes színházterem. Ez itt a torony, nézzétek, csak ott vagyunk a torony alatt, viszont feljárás az nincs. Úgyhogy felmenni nem lehet. Ilyen, ez is csak a régi kis nem szakítva. Hát ez... Igen, ez a korai időpontoknak az átka. Ott alszik az ember, a lába kilóg. És bementünk mellette, megálltunk, beszéltünk, és a takarót nem vette el magáról. Mit? A torony részben, nem egyben, mert ott van a faszi. A leghátsó. No. Szóval... Ilyen az épület. Kicsőd, ahogy mondanánk. Lehet, hogy valami konyha rész. Itt vannak a padló. Összefolyók, meg a vízvezeték szerelvényeknek a helye. És akkor így nézünk ki. Most itt kintről. Ablak már egy sincs, meg ajtó se, tehát... És mivel ilyen húzatos idő van, hát ezt most pont premierbe kapjuk ezt a szelet. Hát reménykedünk benne, hogy annyira nem zavart bele a hang, de felraktam a kamerára a szélfogót, de nem tudom mennyit ér. Érdekesek itt ezek a lámpák, ezek ilyen kisüzemi átalakított dolgok, mert ez a régi két dupla szárú lámpaszáras neon. Igen. A Fincsi armatúrának volt a rózsája, tehát a takaró burkolata, és közepét kifúrták, és egy függeszték. Így van, ott nem mindegyik olyan, és csak itt egy kicsit jobban látszik már maga a függeszték. Valószínűleg így alakították át a fénycsöves világítás után, hogy azokat veszették, és akkor ott bejössz kicsit. Látod, hogy mennyire a rombában már a tetőszerkezet egyébként. Meg egyébként azt meg lehet nézni, hogy nem tudom mennyire látszik a kamera, hogy régen azért mennyire adta, milyen szépen meg volt munkálva a gerenda vég. Igen, igen, itt is ezek igen, szépek. És ezeket kifaragták. Mind kézzel csináltak, tehát nem volt egy gépesítve voltak az asztalosok meg az ácsok. Igen. Volt rá idő, ezeket mind valószínűleg kézzel. Ez a kézi munkák, bizony. Ez mi ott? Ja, valami vezeték. Mi azt hiszem, hogy mi lehetett? Valami előtt épp fal? Egy ajtót defalasztak. Ne, az nem ajtó, oda volt valami feltűnt. Lehet, igazad van. Előtt épp fal lefúrva, vagy valami.
valami ilyesmi. Igazából. Itt egy válaszfal a kibontottunknak biztos. Igen. Igen, igen, ezt szerintották. Na hát, igazság szerint az viszont a van még valami Attila itt, ami nézhető? Hát van a padlás. És csak padlás? Melyik? Nem a padlás, a ez viszont a 90-es éveknek a szerelési technikája. Igen. Már lehet, mert nem reklám, mert már ez nem létezik. Gyerünk le akkor a pincerész, nézzük meg már, ahogy láttam, elég mellmagasságig ér a gaz, vagyis a szemét. Hát reméljük, hogy... Igen, itt voltunk bent. Mondjuk ezt itt nem láttam. Ne leszakadjunk, gyerekek. Bűn az élet, oda van írva. De ott van még, van egy lépcső felfele. Meg ott a padlás hív. Aha. Felmentek így reggel? Gyere fel, nyugodtan. Laci, te vagy a legkönnyebb a csapatban. Jó, hát de... Felmondjuk a pódlásra. Úgy van, bűn az élet. Életet halálod, csak egy penge villanásra. Igen. Hát igen, itt van. Nincs itt. Azt hittem itt van a toronyba feljáró, de nem. Itt valami, vagy tágulási tartály volt, vagy nem tudom. Mi volt ide? Mennyi vezeték megy a kétsaka? Igen, 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 igen. De végig megyünk a gerendán, aztán még nem fog leszakadni. Igen, itt van a rengeteg MM kábel, mert amúgy itt van lent, pont alattunk egy ilyen főelosztó. Hát ugye régen ez nagy divat volt, ez a falkábelezés. A padlás az viszonylag tiszta, ha fel akartok jönni. Jó, hát felmegyek, csak akkor visszaadom közben ezt a papírkát, mert ott vannak lent a srácok amúgy. Tök jó, sziasztok! Itt a lámpa. Jó, azt viszem. Viszem. Végig megyünk a gerendán. Végig megyünk a gerendán. Jaj! Gyerekek, ha fent vagyunk. Hát igen, innen vannak felhordva ilyen dolgok. Régi ajtók, ajtónyílók, meg ablakok. Meg hát ugye itt a régi tágulási tartály, de annyira meg kell nézni, hogy hova lépsz, mert vannak itt már elkorhat deszkák. És... nem akarok leszakadni. Ez itt egy dugaj, egyik erdugaj. A fölötte valószínűleg egy lámpa volt. Hát kérem, ez a padlás. Ahhoz képest tiszta, mint amilyenre számítottam. Ez a kastély állagához képest ez elég jónak mondható. Unikum likőrgyár. Szocialista brigádja. Gyerekek, nézzétek, ezt megpróbálom így elfordítani, lehet, hogy nem tudom, hogy lesz, majd Laci vagy kivágja, vagy nem. De ez az Unikum likőrgyár szocialista brigádja felirat. Olvasható ezen a táblán. És hát a maradványán. Hát lényegében itt ennyi. Megpróbálok meg kinézni. Ott a torony. Sajnos abban nem tudtunk honnan felmenni. Pedig érdekes lett volna. Megnézzük ott a másik torony. Megnézzük a másik tetőablakon is. Milyen a kilátás. Igen. Még ezek a pala kupás cserepek, vagy igen, pala kupák, pontosabban nem cserép. Egész jó állapotban vannak szerintem, ezek ilyen tartalékok lehettek itt. De nézzetek, ez meg lódarás fészeknek a... Itt egy lódarás fészeknek a maradványa.
Szép nagy. Méretes. És érdekes ez a stílus, ugye, hogy ahogy a tetőt befették, hogy fura be van deszkázva, hogy ez nem egy lecelt tető, hanem bedeszkázott. És figyeltem, de pala van a tetején, nem figyeltem először, hogy a pala alá is lecelni szoktak, de itt úgy bedeszkázták az egészet, és valószínűleg, hogy ezért tart még ez ennyire, ez a tető, mert full deszkázott az egész tető szerkezet. Már a tágulási tartály, lekapták róla a szigetelést. Hál' Istennek ez már nem azbeszt. Ez egy nyitott rendszerű fűtésnek a tágulási tartálya. Jó nagy. Úgyhogy na, itt megpróbálunk lelépni. Jó. Hát igen. Sírig tartsd a pofád. Ehe. Jó. Jó. Ez már egyébként itt ez beton. Ezt tudjátok, hogy micsoda? Ez könnyű beton, ez perlit beton. Salak. Perlit és cement. Ez könnyű beton, és ez már úgy néz ki egyébként itt, nem tudom, a videó esetleg visszaad-e belőle van, de kifeszített lepedő. Azért csinálták ezt ugye könnyű betonnal, mert ugye ezt a tetőszerkezetre betonozták fel, tehát ez ilyen. Ez ilyen, tehát ez puha. Ez olyan körülbelül súlyra, mint egy majd csak egy darab nikecel. Még basszus, nézzétek már, itt valószínűleg, hogy kiégett ez a padlástér, mert ott van a helye az izének, az égésnek, illetve ott van még bécem zsák cement, ez a Bélapát falvi cement? A bécem. Ott nézzétek, ott egy zsák bécem. Ha Bélapát falvi cement, akkor annak abból már a gyár sincs meg sajnos. Megvagyasztó jó. Úgyhogy... Haladjunk lejjebb, most haladjuk lejjebb, most hát azért Laci hagyd beszéljen már. Nem, legyen már. Nem, de úgyhogy Laci hagyd beszéljen már benne egy kicsit. Mit beszéljek, mindig végig én beszélek. Jó, hát ez... Nem, most Laci beszél, most Laci szokott videózni. Tudják a nézők. Nem igen. Baj, amíg átadtam a kamerát, addig legalább sikeresen megcsináltam a TikTokot, meg a Roadmovie-t. Na, hát az igen. És azért lehet látni szépen ez a kovácsolt korlát. Ez látszódik. Menjünk lejjebb a lépcsőházba, nem? Ott a menjünk arra, igen. Megnézzük ezt a lépcsőházat. Ez a lárvány. Mindig itt benne nyilván, hogy a hajtóra. Igen, hát nem ilyen felületek van nyilvánítva. Igen, itt van, itt már van barikádozva. Igen. Hát gondolom, hogy nem tudom, hogy elvonat nem tudjuk. Igen. De hát is van még egy felület. Jó, hát ez, ha meg tudjuk nézni, megnézzük. És akkor... László, megkérdezek meg közben. Torolyba sikerült elmenni? Nem. Viszont sikerült megnézni testközelből pont a tetőablakból. És csak ezt a lámpának a... Igen, emlékeztek rá, ahol volt az esküvő, a faluházban ugyanilyen csillár volt, mint az a nagy. Hát az ebből szebb volt egy kicsit. Hát igen, köszönöm. Nem volt ugyanilyen. Na, tehát... Akkor haladunk tovább. És akkor a legalsó szint, a pincét megnéztük, ott mellig áll a víz. Oda bemenni nem tudunk.
régi Vestel. Ne azt néz, hanem azt néz. Hát igen, az olyan. Tiltott felnek a feszendője. Ez konyha. Igen. Ez a konyha. Kicsen. Kicsen furniture. Tessék, ezt most te fogod. Nézd csak. Beugrottunk az ablakon. Aha, ez tipikus. Nem tudom, emlékeznek-e még a kedves nézők, volt egy olyan helyszínünk, ahol nem volt kerítés, de csináltunk egy olyan poén. Ati, poén apropóján, itt a bejárat. Hogy bementünk a kiskapun. Igen, ez avason volt. Nagy avas. Nagy avas. Ilyen impozáns ablak volt ez. Igen. Valaha. És itt még egyre van, a négy lámpa volt. És volt itt a színházterem annak idején, vagy valamilyen. Igen. Hát igen, itt nem lehet bemenni beljebb. Ez a belső rész ez le van zárva, ha csak innen nem tudunk bemenni. Valami van, mert veszélyesre kívánítottam. Itt beszéltünk egy fickóval, hát itt lakik. Tudjuk. Itt lakik, és azért van elvileg elbarikádozó, hogy veszélyesnek. Ez lehetett az. Nyilván az. Ez lehetett az, ez a tér. Hát mindegy, ha más nem így megmutatom, de még azért mindenképpen megpróbálunk bejárni. Hát, ez egy lakatónak kell bőzni, ha szokkal lehet tűzni. Már azért egy kicsit megmutatta erejét a pusztulás. Na, itt volt a színház termés, csak ott van igen, még a... Ott van még a drapéria is belőle, megnézd. Így van. Ha elmegyünk. Várjátok, megmutatom. Tovább nem szabad, mert baumfödémes, ha már leszakad. Kösz. Nézd azt a lábát! Nem egyszerűbb itt bejönni? Ott a drapéria, és ott a lámpa. Igen. Igen. Ja. Itt van egy közbenső rész, ami le van zárva. Tehát, hogy mondjam, laknak itt. Úgyhogy oda nem megyünk. Hát ez így néz ki. Ez volt a színházterem. Van még valami itt gyerekek, amit meg tudunk nézni szerintem. A deszkávó volt, amit látjuk. Igen. Na hát, ennyit erről a helyről. Megnéztük. Viszonylag sikerült egész jól megnéznünk. Úgyhogy ebben a nagy szélbe, remélem, hogy halljátok a hangomat. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, és köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. És itt a torony. Tartsatok velünk legközelebb is, és lájkoljátok a videóinkat. Osszátok meg. Azért viszonylag egyre érdekesebbeket teszünk ki, nem tudom, hogy mennyire tűnik fel a kedves nézőknek. Na hát, ott a szökőkút. Innen ott a szökőkút. Mutatom a kastélyt, és még van egy szökőkút, ami valóban még ami nem mutattunk meg, úgyhogy ezt még megmutatom. Itt a szökőkút. Ja, itt volt a főbejárat. Hogy hát volt a főbejárat itt, arrafele. És a kastély. Ott a felirat. Kristály kastély. Nem tudom, látjátok-e. Úgyhogy ennyi volt mára. Még egyszer búcsúzom tőletek minden hatalomból. Úgyhogy sziasztok! Hát, hátulról ilyen.
ilyen gazdas ez a történet, de hát itt van hátulról, ez is egy ilyen főbejárat szerelő rész, és ugye elől is van egy ilyen, de mint mondtuk, itt a alsó szint közepébe ide be, úgymond beköltöztek, tegyünk egy idézőjelet a beköltöztekhez, és le van zárva, tehát ruhák, babakocsi, sőt még kis kémény is volt, amit ők itt eszkáváltak maguknak, ja, úgyhogy egyébként van 5-6 lakója lehet ennek az épületnek most, hiszen a legtetején találkoztunk egy emberrel, aki aludt, egy szinten lejjebb volt ugye egy pár, aki végig is kísért a pár férfi tagja, minket megmutogatta a dolgokat, illetve lent van még egy ilyen 2-3 fős csapat, akik el is barikádozták, hát mutattam nektek a videóban, el is barikádozták a részt, ott voltunk benne, és ott itt a főbejárat. És László ezt a lámpát mutatta itt, mert ez valami, az egy valami nagyon retro. A Ravil forgalmazta, egyébként VBKM gyártotta, de olyan gyönyörű a plexibúra, én mindegyiknek el van matulva, ez akkora kúzódum, hogy hát a fa, de tudod miért, mert a bokrok közt volt, és valahogy nem kapott annyi nap. Az UV. És itt van a 2x250. Hát igen, azt mutattam már a másikat is, igen. És itt mehetnek be, látjátok, ott láncolja az ember. Na, úgyhogy ez van. Itt voltunk.